Ez itt a polgármesteri percek, a mikrofon mögött Balog felé, és velem szemben itt van már Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Szerbusz, jó reggelt, boldog új évet kívánok Szia, neked is. áldott boldog új évet kívánok minden rádióhallgatónak, természetesen neked is. Hál' azért jó hírek is vannak, majd a végére tartogatjuk. Gondolok itt a díszvilágításra, ebben most még egyelőre ne is menjünk bele. Elsőként a járványügyi aktuális helyzetről kérdeznélek. Igen, közvetlenül az ünnepek utáni szám nagyon kedvező képet mutatott három fertőzött volt nyilvántartva közvetlen az ünnepek után, és nyolcan voltak karanténban. Ez most emelkedett, látszik, hogy ugye, jelindul elindul évelején a, az élet és a munkahelyeken is, illetve az intézményekben egyre több a, a, találkozás, az emberek többet mozognak. Ennek következtében a mai, ma reggeli adat 8 igazolt fertőzött és 15 karantén, rendelt karantén van, tehát emelkedett ez a szám a legutóbbi pénteki három, illetve nyolchoz képest, tehát a három fertőzött és a nyolc karanténhoz képest. Ez, ez is azt jelzi, hogy egyre inkább, ahogy visszatérünk a, a normál a, napi életvitelünkhöz, és egyre többet mozgunk, egyre több emberrel találkozunk, így a, a fertőződés veszélye is növekszik, úgyhogy továbbra is arra kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk. Még mindig benne vagyunk a második hullámban, itt a szakemberek Vizionálják a harmadik hullámot is. Jó lenne a második hullámban úgy benne maradni, hogy közben a vakcinával és minden egyéb bóvintézkedéssel el tudjuk érni azt, hogy az emberek nagy része védetté válik, és akkor nem kell majd félnünk, vagy akár rettegnünk a harmadik hullám veszélyeitől. Ha már járványhelyzet, ugye egyelőre a türelmünket kéri a kormányzat is. Ugye január 11-ig van meghosszabbítva a jelenlegi helyzet, és akkor nyilván addig meg tudjuk, hogy ez ö, hosszabbításra kerül-e. Egyébként én ezt vizionálom, illetőleg a szakemberek is ezt engedik következtetni. Gondolj itt arra, hogy megjelent már ez a brit. Ö, Hát a a mutáns vírus. Mutáns vírus. Most azt mondták szakemberek, hogy talán már nálunk is hogy erre még bizonyítékok egyelőre nincsenek, de a vakcina itt van, és az a legfontosabb. Tehát minél inkább szépen sorban, ahogy érkezik a vakcina, legyünk leoltva. Így van. Ö, valószínűleg egy későbbi műsorban, még most itt az évelején, majd érdemes lesz többet beszélni a, az oltásról és a, ö, a vakcinákról. Én ugyan nem vagyok ö, ennek szakember, sem virológus, nem vagyok. Ö, semmilyen orvosi végzettségűen nem rendelkezem, de felelős döntéshozóként, vezetőként természetesen igyekszem a lehető legtöbb információt begyűjteni, hiszen a, az emberek kíváncsiak mondjuk a döntéshozók véleményére is, és arra is, hogy, hogy mi ezzel hogy állunk. Én most egyelőre röviden csak annyit mondanék, hogy, hogy a, a vakcina nélkül, vagy a, a tömeges oltások nélkül nem lesz esélye sem Davasnak, sem Magyarországnak, sem Európának, a világnak megbirkózni ezzel a vírussal. Ez biztos egyébként ebben, azt hiszem, hogy a szakemberek között sincs vita. Az, hogy mikor e, vegyük igénybe az oltást, és e, hogy mennyire kell ebben bíznunk, erről szerintem beszéljünk, majd érdemes ezeket kibeszélni, e, és akár, akár ebben szakemberek vagy orvosok bevonásával is érdemes itt egy stúdióbeszélgetést beszélgetést lefolytatni. Én ezt most kezdeményezném majd a következő hetekben, inkább január közepén második felében érdemes lesz, mert addigra már, már talán a, a vakcinával kapcsolatos európai vagy világbeli tapasztalatok is jelentősen növekednek, illetve valószínűleg már Magyarországon nagyobb mennyiségű vakcina áll majd rendelkezésre, úgyhogy szépen lassan fel lehet majd készülni arra, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók, vagy a frontonalban küzdők, pedagógusok, szociális ellátórendszerben dolgozók fognak oldást kapni, hanem, ha már a lakosság köreiből is elindul, köreiben is elindulhat majd ez, úgyhogy ezt én majd kezdeményezném, hogy beszéljünk erről. Egy vissza-visszatérő téma, én magam egyébként én nem vagyok t -t. annyira járatos a Dabasi vásár ügyében, de mindig minket keresnek, vagy elsőként minket találnak, megkeresnek. Ugye ez é hónap végén. Esetik. a hónap, mindig a hónap második vasárnap. Ja. tehát a hónap második vasárnap, és kérdezték tőlünk, és kérdezném én is akkor, hogy tolmácsolnám ezt Most a kérdést. Nagyon közel vagyunk ö, már a vásárhoz, de még nincs benne döntés. Én türelmet kérnék péntekig, a, ahogy néztem a heti programomban, pénteken is van még egy stúdióbeszélgetés Igen. itt a rádióban reggel. Addigra mindenképpen el fogom mondani, hogy mi a mi álláspontunk, amit csak egy dolog írhat majd felül. Tehát hogyha úgy döntünk, hogy hogy a decemberihez hasonlóan a januári vását is engedjük megrendezni, megszervezni, akkor azt csak egy felső utasítás, vagy egy kormányhatározat írhatja felül de ezt, hogy mi hogyan határoztunk és hogyan látjuk a mostani helyzetet Dabason és környékén, ezt pénteken fogom pontosan megmondani, addig kérek türelmet, és akkor akit ez érdekel, azt tudni fogja, hogy milyen döntés született. Jelen helyzetben, ami teljesen elfogadható, nyilván nagyon sokaknak az egzistenciális helyzete függ a vásártól, tehát ők azok, akik ennyire kíváncsiak és tudni szeretnék, nyilván ez megérthető. Polgármester úrtól szeretném kérdezni, mi a helyzet a beruházásokkal, főleg itt a, az új év kapcsán ugye indul az élet újra. A Gyóni Géz általános iskolában folynak a beruházások, illetve a bölcsődeépítése sem állt meg. Ugye két nagy, fontos intézményi fejlesztésünk van. Az egyik a Gyóni Géz általános iskola bővítése. Ez már tavaly elkezdődött. Ennek be kell fejeződnie az idei év folyamán, tehát a, a következő tanévet már a Gyóni iskolások úgy kell, hogy elkezdjék, hogy a az iskola bővítése befejeződik. Vannak apró akadályok, általában egy téli időjárás vagy időszak ezt hozni szokta, ezzel számolunk is. Bújdosó Géza volt a tervezője, ő a városban nagyon sok épületet, középületet tervezett. Például a, a Gyóni Géza iskolának a, a, az atya, hogy mondjam, az eredeti terveket is ő készítette, és most a bővítés terveit is ő készítette el. Éppen ma van egy műszaki bejárás, és a mai napon fogok pontos részleteket megismerni azt illetően, hogy, hogy a terveknek megfelelően ütemben halad-e a beruházás. Úgy értesültem, hogy vannak apró kis akadályok, de ez egyenlőre nem veszélyezteti azt, hogy nyára befejeződjön, és szeptembertől a tanítás zökenőmentesen folyhasson. Most néhány, ta, néhány tanulócsoport, vagy néhány osztály különböző önkormányzati intézményekben Például Haalász Morucskóriában tanul. Ez talán most ebben a vírusos helyzetben még egy szerencsés eset is, mert ebben, elkülönítettebben tudjuk a, a diákoknak, a, az osztályoknak a, a nevelését, oktatását megszervezni. De hogyha minden rendeződik, valószínűleg a beruházás befejeződik, és remélhetőleg a vírus helyzet is jelentős mértékben javul már szeptemberre, akkor reményeink szerint az, az iskolai oktatás már egy teljes, egységes iskolai komplexumban, hogy a Géza iskolában elindulhat, illetve folytatódhat majd. A másik beruházás pedig a, a bölcsöde a nagy bölcsődei beruházás, amit a lakótelep tövében épül, itt a város központjában. Ugye ezt már többször említettük, hogy 56 férőhelyet fogunk létrehozni. Gyakorlatilag lefedjük augusztus végére, szeptemberre a teljes város igényt bölcsödei férőhelyeket férvelyek illet, illetően. Ez a bölcsöde egy különleges bölcsöde lesz, nem csak a megszokott alapszolgáltatásokat nyújtja majd, hanem külső megjelenésében, anyaghasználatában egy olyan üzenetet közvetít majd ez az épület önmagában, ami, ami a következő évtizedek dabasi fejlesztéseinek mondjuk egy ilyen előfutára is. Ugye többször említettük, hogy több közintézmény megépítését tervezzük egy új városközponttal, modern városközponttal, egy innovatív fejlesztési évtizedben gondolkodunk. Ennek egy ilyen előfutára vagy első fecskéje ez a bölcsöde a különleges megoldásaival. Erről, ahogy egyeztettünk a Dabas Televízióval, illetve a kollégáiddal, erről egy egy bővebb beszélgetést és helyszíni forgatást is tervezünk ezen a héten, hát az időjárás függvényében, és akkor erről többet megtudhatnak majd az emberek, hogy mi a koncepció, milyen elv alapján készültek a tervek, és hogyan szeretnénk majd az épületet használni majd a későbbiekben a bölcsődei funkción túl, milyen üzenete lesz még, illetve hogy milyen más fejlesztések várhatók. Annyit előzetesen, hogy majd ebben a beszélgetésben bővebben ki fogom fejteni, az elmúlt év végén megfogalmaztunk a következő évtizedre egy 40-45 milliárd forintos fejlesztési programot. Ezt eljuttattuk, ezt be is kérték egyébként, tehát kormányzati szinten a városoktól, elsősorban a kisvárosoktól várták a fejlesztési elképzeléseket, hiszen a kisvárosoknak, egy településeknek óriási szerepe van az egészséges társadalmi szövet fenntartásában, tehát a kisváros, a falvak, és a, a nagyvárosok közötti egyensúlynak a fenntartásában. Mi közvetítő települések vagyunk, a társadalmi mobilitást ö, tudjuk jelentős mértékben befolyásolni, és azt, hogy milyen életminőség tud kialakulni egy-egy kisebb térségben vagy nagyobb régióban. Ezért óriási ö, jelentőséggel lesz majd annak, hogy a kisvárosok, mint Dabas is, milyen fejlesztéseket tud majd megvalósítani a következő 5 hét vagy akár 10 évben. Mi 10 évben gondolkodunk, 2000, Dabas 2030-ról már többször beszéltünk, van egy ilyen programunk, és ennek a részleteit már bővebben is kifejtettük és eljutottuk az illetékes hatóságoknak. Első körben a Pest önkormányzat lesz az egyik koordináló ebben a fejlesztési programban illetve természetesen az illetékes szakminisztériumok vagy szaktárcák, akikön keresztül majd a pályázatok ki lesznek írva. Ugye azt már látjuk, hogy a, a kormány ö, erős érdekelvényesítő erejével elérte azt a lengyel kormányjal együtt, hogy, hogy, nem kötik különböző feltételekhez azt, hogy, hogy melyik Európai Uniós tagállam kap uniós forrásokat. Tehát ö, ezt szétválasztották, elkülönítették teljesen helyesen. Ez azt hiszem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és a lengyel miniszterelnöknek egy, egy óriási e, sikere volt, és ez közvetlenül Dabason e, úgy csapódhat le majd, hogy már az idei évben pályázatokkal fogunk találkozni, és szemben a korábbi évekkel most a következő időszakban számíthatunk arra, hogy Európai Uniós forrásokat is be tudunk vonni a városi fejlesztéseinkbe. E, ugye korábban azért nem tudtuk ezt megtenni, mert mert Pest megye nem volt bent, Pest megye Budapesttel együtt egy olyan eurórégiót alkotott, amely az európai átlag, illetve 75% fölötti GDP-vel rendelkezett, és így nem voltunk jogos, jogosultak arra, hogy, hogy ilyen felzárkóztatási programokban fejlesztésekhez forrásokat nyerjünk. Ez most megváltozott először is azzal, hogy szétvált Budapest és Pest megye, önálló régióként szerepelünk, és így ö, olyan alany ö, jogalanyként jelenhetünk meg a pályázati kiírásokban, ahol ugyanolyan eséllyel pályázhatunk, mint bármelyik más magyarországi régióban lévő kisváros. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy eldőlt az, hogy nem, nem, lesznek forrás elvonások különböző jogi vagy értelmezési procedúrák következményeként. Tehát lesznek források, és hát remélem, hogy a magyar gazdaság is állja a sarat továbbra is, és, és átvészeljük ezt a vírusidőszakot és nem csak Európai Uniós forrásokkal, hanem hazai, és, és a saját erővel is tudunk majd rendelkezni, hogy meg tudjuk ezeket valósítani. Tehát ez egy 40-45 milliárd forintnyi fejlesztés. Ezt úgy hasonlítanám össze, hogyha valaki ennek a nagyságrendjét szeretné látni, vagy hogy érzékelni, hogy a rendszerváltás óta, tehát 1989-90, inkább 90 az önkormányzatok Felállás óta, amióta az önkormányzat működnek, azóta eltelt időszakban, hogyha minden egyes apró költséget, fejlesztés, beruházást, felújítást egybevetnénk, ez minden bizonyal nem éli el a 45 milliárd forintot. Mi most ezt 10 évre tervezzük, ennek a megvalósítását. Az is tény, hogy más árak vannak most, mint 20 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt voltak. Tehát azért azt így kell tekinteni. Én úgy gondolom, hogy hogyha szerencsések vagyunk, akkor, akkor körülbelül olyan mértékű fejlődésre és fejlesztésre van esélyünk a következő tíz évben, hogyha ha jól a nem csak az ötleteinkkel és a terveinkkel, hanem, hanem a lehetőségekkel is, és a szerencse is mellénk áll, minden értelemben, országosan is és helyi viszonylatban is. Hogy egy körülbelül olyan mértékű vagy dinamikájú fejlődést tudunk, fejlesztést tudunk megvalósítani a következő tíz évben, mint amennyit a rendszerváltás óta összességében tudtunk, ami egyébként nem volt kevés, mert teljesen felzárkóztunk az európai, mondhatom azt, hogy nyugat-európai kisvárosok életminőségének szintjére, sőt bizonyos területeken túl is léptük azt. Vannak még természetesen hiányosságénk, ezeket szeretnék pótolni, és egy abszolút innovatív, dinamikus, fiatalos, de mégis biztonságot és nyugalmat e, biztosító e, kisvárosban gondolkodunk a következő e, tíz évben, aminek az lehet az eredménye, hogy a jelenlegi e, 17 ezer néhány sző, százfős lélekszám, ez akár 20 ezer főre is föl tud emelkedni. Nem feltétlenül célunk, az önreprodukció az a nagyon fontos, ezt tartani tudjuk, és a megtartó erőnkkel vagy a vonzerőnkkel elérhetjük azt, hogy szépen lassan emelkedik a lélekszám. Én azt gondolom, hogy a 18 ezer főre 10 éven belül biztosan elérkezik a város, de valami Különös társadalmi változások esetében és egy nagyon dinamikus fejlődés esetében, még akár az sem kizárt, hogy egy, egy 19-20 ezeres várossá váljunk 2030-35-re. Épül, szépül a város szerintem, itt az itt élők és az idejárók, dolgozni járók, hivatali ügyeket intézők ezt pontosan tudják. És egyik <coughs> velejárója, és bocsánat, az átkötésért, ugye nyilván itt a járási központ, a városközpontban működő egyéb intézmények is a parkolást teszik olykor igen nehézé. Most itt az önkormányzat megtett bizonyos lépéseket, hogy legalább az itt dolgozók be tudjanak kényelmesen parkolni, de ez egy újabb problémát okoz, okozott. Nem beszélve <coughs> a Korsút Lajos általános iskola előtti parkolási anomáliák főleg reggelente. A kérdés, bár nem feltétlenül ez az időszak az, ami leginkább ennek teret ad és helyet és leginkább pénzt, de tervezi az önkormányzat itt a parkoló szilárd burkolatú leaszfaltozását? Ter tervezzük ugye, hogy ez hogy az aszfalt lesz-e vagy sem, ebben nem vagyok biztos, de ennek a, ennek a további javítását és továbbfejlesztését mindenképpen tervezük, de önmagában ez a parkoló nem fogja megoldani a parkolási igényeket. egy Itt. nagy parkolónak a kialakítása és ennek a tervei elkészültek a, a kulturális központtal együtt. Tehát a kulturális központ mostani sportcsarnok környezetében egy nagyobb parkoló, ez azt fogja eredményezni, hogy hogy egy kicsit többet kell majd mondjuk az intézmények eléréséhez, legalábbis a hagyományos városközpontban lévő intézmények eléréséhez gyalogolni, de ez azt hiszem, egy kisvárosban hozzá kell szokni. A történelmi olaszországi vagy mediterrán kisvárosokban, hogyha valaki járt, akkor látja, hogy ott fizikailag sem tudják, tudnák megoldani másképp. Tehát vannak olyan olaszországi, vagy portugál, vagy spanyolországi kisvárosok, ahol a szűk város központban 500 méteres sugarú körön belül nem, nem tudnak bemenni az autók, mert nincs hol parkolni. Tehát egy kintebbi szakaszon kell az autót lerakni, és úgy kell bemenni, akár sétálni, akár szolgáltatásokat igénybe venni, vagy intézménybe eljutni. Ez, ha nálunk nem is így lesz, hogy 500 méteres sugarú kör, de egy 150-200 méteres sugarú körben lehet majd gondolkodni előbb-utóbb, különösen, hogyha ezek a fejlesztések megvalósulnak. Bár akkor bizonyos súlypontok is áttevődnek majd, hogyha az új modern városközpont elkezd kifejlődni, de addig is azzal kell majd számolni, hogy ez a parkoló kapacitás, ami most rendelkezésre áll ez már most is nagyon szűkös, és hát ezt kell, ezt kell fejleszteni. Úgyhogy ennek egy bizonyos mértékű rekonstrukciója mindenképpen terve van véve, és egy nagyobb méretű, komolyabb parkoló Kapacitásnak a kialakítása meg pedig a, ebben a térségben fog majd megvalósulni, amit az előbb mondtam, tehát a sportcsarnok és a majdani kulturális központ közvetlen tőszomszédságában alakul ki, épül ki majd egy nagy parkoló. Fél, Félve mondom, és csak remélem, hogy elég időt hagytam a beszélgetésünk végén a 2021-es év, ugye itt mindig el van nevezve az év egy-egy dologról. Az idei év az hogy alakul a 2021-es? Igen, ezt minden év végén szoktuk meghozni. A képviselőtestület döntése alapján határozzuk meg, hogy a következő esztendőt minek a jegyében hirdetjük meg. Ugye most is képviselőtestület tagjainak kiküldött javaslattal, de általam hozott döntésként az, az született, hiszen most a jogszabály szerint a polgármesterek gyakorolják a Képviselő testületek e, jogosultságait, így a határozathozatalokat is, és, a, és minden önkormányzati döntést nekünk kell egy személyben meghozni. Természetesen megfelelő egyeztetés után az a döntés született, hogy a 2021. év Dabason legyen a családok éve. Meggyőződésem, hogy ebben a mostani világhelyzetben és azokban a azokkal a folyamatokkal szemben, amik most egyre inkább, egyre plastikusabban megjelennek, a leginkább az erős családokkal, a megbecsült és jó helyzetben lévő egészséges, klasszikus értelemben vett családokkal lehet a legjobban felvenni a küzdelmet, és az egyén, illetve a felnövekvő generáció biztonságát akkor tudjuk megteremteni és garantálni, hogyha a családok a figyelem középpontjába kerülnek, hogyha a családokról egyre több szó esik, és a családok megkapnak minden erkölcsi és lehetséges anyagi támogatást. Én azt gondolom, hogy hogyha ezt helyben is így gondoljuk, és helyben is megerősítjük ezt a gondolatot, és erre fókuszálunk, erre figyelünk, és mellette látva a kormányzati támogatási programot, és közben kiderült, hogy még a katolikus egyház feje Ferenc pápa is a családok évét hirdeti meg, ami ugyan később kezdődik az egyházban, majd márciusban indul el, és majd a következő év nyaráig tart majd. De ezek együttesen megfelelő garanciát tudnak nyújtani arra, hogy valóban a családok megfelelő figyelmet fognak kapni, és a figyelmen túl pedig valóban meg tudjuk erősíteni a társadalom nagy-nagy többségében és a helyi, helyben élő emberek többségében is azt, hogy a család az a, az alapegység, ahol a legnagyobb biztonságot, a legtöbb szeretetet e, tudjuk e, megteremteni, és ami e, azt az alapot fogja képezni, amire lehet e, hosszú távon is társadalmat, társadalmakat építeni. Úgyhogy nekem e, feltett szándékom az, hogy e, hogy a, azon beruházások, amikről itt az előbb is beszéltünk, és minden fejlesztés, amit a városban tervezünk, ez mind-mind gyakorlatilag a családokat, a családokban élő embereket mm. fogja ö, szolgálni, és hát a családon belül, itt ebben minden generáció benne van, nagyon fontos majd hangsúlyozni a megszülető gyereket, és fontos, hogy szülessenek gyerekek ö, Magyarországon, Dabason, Európában is, ö, ö, mindenhol különösen, ahol, ahol megfelelő értékrendben nőhetnek majd fel. És ö, ezen túl pedig a, a, megszülető gyermekeken túl pedig olyan körülmények között is, olyan intézményekben nevelkedjenek, gyarapodjanak lélekben, testben, ami, ami, az ő hosszú távú boldog életüket tudja biztosítani. És hát a családok egysége természetesen az idősek generációval együtt értendő. Tehát itt a generációk közötti kapcsolat a nagyszülők, és ez természetesen a szülők megbecsülése is nagyon fontos. Ez nagyon sok e, témát ad majd nekünk ebben az évben, és azon túl, hogy témát ad és beszélgethetünk majd ezekről, e, tettekben is kell e, igazolnunk azt, hogy a család mennyire fontos a mai világban. Úgyhogy ezt e, szeretném most is kiemelni, úgyhogy így döntöttünk, és egy egészítést is tennék. Én azt gondolom, hogy önmagában egy, egy párkapcsolat kialakulása, amikor 7 milliárd emberből közül, Két ember találkozik, és a két ember találkozásából egy párkapcsolat, egy házasság, egy család történik. Ez önmagában is egy csoda, egy kis csoda. És utána önnek az újabb kis csodák, amikor a gyermekeink megszületnek. Minden egyes gyermek megszületése e, e, csoda. És hogyha figyeljük a mindennapjainkat, akkor minden nap találkozhatunk apró csodákkal. Ezt a köszöntőmben, az újévi köszöntőmben is mondtam, hogy hogy lássuk meg egymásban a csodát, lássuk meg egymásban a család ö, fantasztikus szerepében is a csodát, és a, azzal, hogy családok évét hirdetjük, azzal egy kicsit a, a csodák éve is kell, hogy jöjjön, de ez rajtunk múlik nagy részt, hogy lássuk, észrevegyük, a, amikor jönnek a tavaszi madarak és csicseregnek, amikor kisüt a nap, amikor esik az eső, és minden-minden apró dolgot, ami, ami körülöttünk természetesnek tűnik, ezeket tudjuk értékelni és megbecsülni, és tudjuk benne a csodát látni. Aki rá tud csodálkozni a világra, szerintem tud boldog életet élni, és tud másokat is boldoggá tenni. Tehát a családok évében és a sok apró csoda közös megalkotásában és észrevételével tudjuk ezt, a, ezt az évet szebbé tenni, és remélem, hogy szebb is lesz, mint a tavalyi, mert sok volt a keserűség, a küzdelem, és, a, és még azt mondhatom, hogy bizonyos értemben a nélkülözés is. Az elmúlt esztendőben ezeket jól lenne elkerülni, de sok apró csodával, és a családok van rejlő erővel, ezt erre képesek leszünk. Zárásként, bár már minden időn túl, de hát muszáj erről a nagyon jó hírről, vagy csodálatos, vagy hihetetlen hírről beszélni. Itt a, az itt élők már advent kezdete óta csodák gyönyörködhetnek a város főterének díszkivilágításában, és ezt mások is elismerték, hiszen a Kossuth Lajos iskola igazgatója által készített fotó egy fotópályázaton elhozta az első helyzetet, olyan városok, mint Győr és nagyobb városok maga mögött hagyva. Igen, itt egy csapásra két díjat is sikerült elnyerni, úgymond. Egy fotópályázatként indult el ez a program egy ilyen turisztikai honlapon keresztül, ahol ö, olyan fotókat kellett beküldeni, ami, ami városok diszkvilágítását mutatja be, és Tamás Roland igazgató úrnak egy drónfelvétele pályázott, illetve ezzel pályázott, és hát ő elnyert az első díjat. Egyébként ez szavazás útján történt, nem kis különbséggel, Győrt 800 szavazat különbséggel előztük meg. Nem mondom azt, hogy összességében Dabas diszkivilágítása impozánsabb, látványosabb, mint Győré, de a főterünk, hogyha egy ilyen szűkebb kis teret, vagy, vagy ilyen egységet, városi egységet veszünk alapul, akkor biztos vagyok benne, hogy bárkivel fel tudnánk venni a versenyt, de hát mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy elnyertük ezt a díjat. Tehát két díjat nyertünk, a fotó maga nyert, ez a drónfelvétel, ami a főtér díszkivilágítását mutatja be, és ezzel együtt kimondták azt, hogy a, a legszebben kivilágított vagy a leglátványosabb díszvilágítás a, a mi kisvárosunknak van. Hát ennek nagyon örülök. Egyébként ezt szeretnénk továbbfejleszteni. Épp erről beszéltünk az évelején kollégákkal, hogy, hogy mondjuk egy egyszeri nagyszabású tűzijátéknak a költsége az, az sok százezer forint, sőt, most már elérheti akár a, a milliós nagyságrendet is, hogyha ez, és ez egy egyszeri látvány, abban a 20 percben, 25 percben, akik éppen kilátogatnak és látják őket, örvendesztetik meg, bár a tűzijátékkal önmagában nagyon sok vita van már most már Európában. Ugye itt az állatok védelmétől kezdve egy sor kérdést vett fel, de ebben most nem szeretnék belemenni, hanem ar arra szeretnék kiukadni, hogy, hogy az a szándékunk, hogy az olyan típusú fejlesztésekben és költségekben gondolkodunk, amiknek hosszabb távú hatása van, és akár többször is használható. Tehát egy diszkivelegítás esetében sokkal többen és sokkal hosszabb időn keresztül tudnak ebben ennek a szépségében mondjuk élményeket szerezni. Nagyon sokan jöttek ki a térre, igyekeztünk időnként zelei aláfestéssel is még kellemesebbé tenni az időtöltésüket. Tehát ebbe az irányba szeretnénk elmenni, ezt a diszkivilágítási tervet szeretnénk tovább vinni, tovább fejleszteni, nagyobb felületen is kialakítani és újabb látványelemeket is beépíteni, ami azt eredményezi, hogy egy adott konkrét beruházás egy hosszabb időre szól, és több éven keresztül tudja a város hangulatát javítani és szebbé a város külső megjelenését. Tehát ilyen irányba megyünk, úgyhogy fejleszteni fogunk. Meglátjuk, hogy a pénzügyi lehetőségeink milyen mértékű és milyen ütemű fejlesztést tesznek lehetővé ezen a területen. Tehát ez nagyon komolyan terve van véve, és a tűzijátékkal kapcsolatban még annyit, hogy, hogy ugyan központilag tiltott volt közterületeken a tűzijátékozás, azonban magánterületen ezt konkrétan nem tiltották meg. Én abban reménykedtem, hogy bár ez egy Mm, egy hívó remény, vagy ábránnak tűnő elképzelés volt, hogy, hogy egyáltalán nem lesz tűzé játékozás ennek az, én, az előző évnek a végén Dabason. Ennek ellenére a várthoz képest viszonylag sok volt, viszont a korábbi évekhez képest tényszerűen kevesebb. Én azért is tartom soknak, mert, mert a városunkban is sok embert elveszítettünk itt az év ez, ez, egy központi téma volt, akár a Covid vírus járvány miatt, akár más okból, de sok családban gyászoltak. És a legkellemetlenebb az volt azt látni, hogy ugye kisvárosban élünk, tudjuk, hogy melyik család hol lakik, hogy amikor elindultam a városban, itt tévége felé, és évvégén konkrétan, és láttam a tűzijátékozást néhány helyen, sokszor gyászoló családoktól néhány háznyira, vagy nagyon kis távolságra ment az örömködés, a tüzijátékozás. Én szerintem sokkal jobban tekintettel kellene lennünk a gyászolókra, a betegséggel küzdőkre, és nem feltétlenül azt kellene, hogy mi a, a, a mi felhőtlen örömünket így fejezzük ki. Tehát én boldogabb lettem volna, és, és a lelkem is talán jobban megnyugodott volna, hogyha ezzel nem találkozom. Ezt nagyon sajnálom, ennek van egy másik jele is, hogy annyira sokféleképpen ért minket ez, a, ez az, elmúlt esztendő, hogy a gazdasági gott ért csapások ellenére is vannak olyanok, akiknek, akik gazdaságilag nem, hogy tartani tudták a szintet, a munkájukat tudták megtartani, hál' Istennek, és esetleg gyarapodni tudtak, hanem valakik úgy írt, ítélték meg, hogy rendkívül jó évük van. Gondolom elsősorban anyagilag értelmezték ezt így, és ezért úgy érezték, hogy akkor itt nagyot kell ünnepelni, és tüzéjátékozni kell. Én önmagában a, a kiindulóknak örülök, tehát hogyha valaki gyarapodott, gazdagodott, és, és, megteheti, de, de arra kérnék mindenkit, hogy ezt ilyenkor mérlegelje. Petőfi Sándornak a falu végén kulta kocsma című versét szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani nézen utána, olvassa el, és ha lehet, a tanulja is meg, és amikor ilyen nem gondolkodik, akkor jusson eszébe, hogy lehet, hogy éppen a szomszédban, vagy egy utcával odébb valakik gyászolnak, vagy, vagy éppen valamilyen nagyon súlyos betegséggel, vagy problémával küzdenek, vagy akár szociális problémával küzdenek. És lehet, hogy jobb lenne, hogyha minél többen észrevennénk ezt, és minél többen észrevennénk azt, hogyha valaki bajban van, akkor segítsünk neki. És ezt a sok-sok pénzt, amit ilyen dolgokra ilyenkor ebben a nehéz évben el, pufogtattunk és elfüstöltünk, ezt lehet, hogy lehetett volna szociális támogatásokra is juttatni, akár a mellettünk lévő utcában. Tehát én erre biztatnék mindenkit. Anélkül, hogy bárki felett pálcát törnék, vagy anélkül, hogy én ezzel egy bírálatot mondtam volna, ez egy vélemény volt. Én úgy gondolom, hogy városvezetőként nekem ezt el kell mondani, hogy ez benne van a szívemben, a lelkemben, akkor ezt ki is kell adnom magamból ebben is mindenkinek lehetnek hibái, és lehet figyelmetlen, én is természetesen, ha arra törekszünk, hogy ezen változtassunk, és jobbak legyünk, és, és kicsit megfontoltabban cselekedjünk, de ez a közlekedésre is igaz, akkor, és sok minden másra, akkor sokkal biztonságosabb, és sokkal szebb évet fogunk megélni, és akkor meg különösen, hogyha ez családban, és családszentikusan tesszük majd 2021-ben. Úgyhogy Isten áldja, Dabas, minden lakóját, és természetesen a Dabas Rádió minden hallgatóját nagyon boldog, és kitartással teli családcentrikus évet kívánok mindenkinek. Köszegi Zoltánt hallották, és akkor még gyorsan, hogy zárszóként a végére, tehát pénteken választ kapunk remélhetően akkor a vásár megtartásának kérdésére. Igen. Köszönöm Igen. szépen a beszélgetést.